Számoljon valamit, és akkor megegyezünk. Csak akkor számoljon. Ez a nő még mindig a cserepes krizantémot vásárolja, ellentétben az országban megfigyelhető trenddel, ugyanis hazánkban 70%-ba vágott krizantémot vesznek a sírokra az emberek, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A halottak napi minden szenteki időszak legnépszerűbb virága még mindig a krizantém. 30 évvel ezelőtt szinte csak a cserepes fajtáját vásárolta a magyar lakosság, az utóbbi években már a vágott virág a kelendő. A mostani meleg időjárás miatt pedig még inkább az élő virágot választják a vásárlók. A legtartósabb és a legszebb szerintem ilyenkor. Ugye szempont az, hogy ilyenkor már hideg van, meg kell van mennyire maradnia szerintem azért a virágnak, hogy az ünnepeket kibírja meg egy kicsit még utána. És mivel olyan sírboltunk van, ezért én kiszoktam ültetni, tehát kiveszem cseréből és kiültetem, így egy kicsit még tartósabb. A termelői árak az előző évekhez képest idén 10%-kal nőttek. Ez a fogyasztói árakban ugyanakkor nem mutatkozik meg, mondta ez a helyi árus. Nagyon szomorú, de olcsóbb lett. Ez a kedves kertész kollégáknak is köszönhető az időjárásnak, és mi egymást nem, hogy elősegítenénk, hogy jobb legyen, hogy többet dolgozunk, és mindent drágábban veszünk. A legkisebb cserepes krizantém 300 forint, közepes méretű háromszínű cserepes 1000 forint, amelyiknek pedig külön díszített tartója is van, akár 3500 forintba is kerülhet. Aki a vágott virágot kedveli, az a 4 szálat 600 forintért, egy nagyobb csokrot pedig 1000 forintért vehet meg.